Az őszi önkormányzati választás után Szaks, Lápafő és Várong mellett Atala és Csikostöltös is a dombóvári közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozott. Az új önkormányzati törvény, szigorítva a kisebb települések önálló polgármesteri hivatal fenntartására vonatkozó szabadságát, 2013. januárjától kötelezővé tette közös önkormányzati hivatal létrehozását azon községi önkormányzatok számára, melyek lakosságszáma nem haladja meg a 2000 főt. Ezért hozták meg a döntést, segítve a környező települések működését, hivatali munkáját. Együttes ülésükön döntöttek az éves költségvetésről, valamint a megnövekedett feladatok miatt szükségessé vált az átszervezés. Ami fontos, hogy egy gazdasági egységet hozunk létre a két önkormányzat pénzügyi ügyének az intézésére, egy félig meddig önálló gazdasági vezetővel. Ezen kívül, ami fontos, hogy a jegyzői feladatköröket január és február hónapban én személyesen láttam el a két új településen. Ezt március 1-től a hatósági iroda vezetője, jelenlegi aljegyző fogja ellátni. A polgármesteri és jegyzői iroda, amely korábban polgármesteri kabinetként működött, szintén átalakításra került. Egyes feladatok más irodákhoz kerültek. Az ügyfélfogadási rendet is módosították. A csütörtöki meghosszabbított nyitvatartást megszüntették, mivel az ügyfelek nem tartottak igényt a szolgáltatásra. Nyilván a dombavári szervezeti átalakítások mentén új aljegyző érkezik a hivatalba március 1-től, hatósági iroda vezetőként, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az eddigi lekötöttsége mentén, és nyilván dr. Szemes Ádámról beszélek, el tudja látni Csikostöltös és Atalának is a jegyzői feladatot is, és a mindennapokban aktívan részt tud venni. Azt is érzékeltük, hogy az újonnan érkező településeknél pénzügyi ügyintézői segítséget kell nyújtanunk, és azt gondolom, hogy megtaláltuk a megfelelő szemét, amely szintén a mindennapokban segít és részt vesz benne, hiszen már hosszú éveket ezt végzi, és azt gondolom, hogy ez a szakmai tudás, amelyik az ő birtokában van, hatékonyan teheti Csikostöltös és az Atala hivatal működését. Mind a hat település polgármestere bízik a hosszú távú hatékony együttműködés sikerében és a konstruktív párbeszédben.